Sziasztok, Norcsa vagyok, üdv a csatornán, köszönöm, hogy újra velem vagytok. Aldis bevásárlást fogtok látni. Tudom, hogy eltűntem, ennek oka volt, és összeszedem magam, és el fogom nektek mondani, hogy miért. Elég nyomos ok volt ez, úgyhogy meg fogjátok majd érteni, én azt gondolom, hogy miért tűntem el. Most még erről nehéz lenne beszélni, de hamarosan majd elmondom nektek. Úgyhogy addig most jön egy Aldis vásárlás. Nagyon köszönöm, hogy velem vagytok. Szép hétvégét nektek. Sziasztok! Na, akkor lássuk is, hogy miket vettem. Gabinak egy kenyér. Valami kovászos arató kenyér. Hát úgy egész normálisnak tűnt. Még lejáratban is van rá jó pár nap. Aztán ezt Bencének hoztuk, hoztam, mert egyedül voltam vásárolni, ez ilyen sima vajas croissant, és ilyen teljes kiörlésű édesítőszeres kakaós csiga, ebből kettő is van neki. Aztán van egy ilyen teljes kiörlésű szilvás párna, fogalmam sincs, hogy mennyire diéta kompatibilis, de már néha muszáj vagyok ilyeneket enni. Ez pedig Gabinak egy ilyen mákos mézesnek volt írva, ez pedig mexikói párna, ebből kettőt is vettem, mert megy dolgozni éjszakára. Aztán van itt Bencének egy bagett, és nekem kettő ilyen teljes kiörlésű vágott üzemle. Nem tudom egyébként arányaiban, hogy mennyi teljes kiörlésű lisztet tartalmaz, most tulajdonképpen mindegy is. Aztán van itt sűrített tej, kávéba, nagyon-nagyon finom. Ez hozzáadott cukor nélküli az Aldis, mert én eddig csak olyat láttam, ami cukros. Aztán teljesen kifogytam a fűszert paprikából, és nem tudom, hogy anyuéknak van-e, nem is kérdeztem tőlük, így nem is került szóba, úgyhogy ebből vettem kettőt is. A Gabinak egy nápoit, kakaós nápoit, és egy ilyen darálós kekszet, szerintem ezt is megeszi. Hát kettő marcipánt vettem, igen, most majd fogjátok írni, hogy ez pénzkidobás volt. Igazából nem volt pénzkidobás, megenni senki nem fogja, hiszen azért ez tömény cukorból áll. Viszont az anyukáméknak lesz az 50. házassági évforduló, én sütöm a tortát, és fogom díszíteni. Úgyhogy marcipánból az kettő is megvásárlásra került. De még mindig sokkal olcsóbb lesz így a torta, mint hogyha rendeltünk volna egyet. Aztán bujkamell sonka, ebből kettőt vettem. Egyrészt van itthon felvágott, másrészt meg annyira közel voltak a lejárati idők, hogy nem hoztam többet. Egy angol karaj, és alföldi sert és virsli 80% vagy 83%-os hústartalommal. Ez gondolom ugyanolyan lehet, mint amit a Lidlbe lehet venni az apikók, meg a Tesco-nak is van, meg a Penny-nek is van. Én azt gondolom, hogy ez tökre ugyanaz a virsli lehet, vagy ugyanolyan. Aztán van itt, hát ez nem is tudom, hogy mi. Hát mi ez? Ez azt hiszem ilyen habfixáló. Azt szerettem volna venni. Igen, habfixálója, ott már látom, magyarul is jó. Azt hittem, már valami teljesen mást vettem helyette. Aztán egy ilyen sűrített paradicsom. És akkor merre menjünk? Menjünk erre a Knuspikhoz. Ez a teljes kiörlésű nápolyi tésztája, és ez hozzáadott cukor nélküli Knuspi. Hát ebből sokat hoztam, mert Bence ezt szokta vinni így a suliba, és hogyha nasizni akar, akkor ott van neki. Ebből vettem 1, 2, 3, 4, 5 csomagot, 5x5-et 25 darabot vettem összesen. Aztán van itt ilyen somlói galuska, nem tudom, ez tök jó áron volt. Vagy csak rosszul néztem. Egyet hoztam a Gabinak, egyet pedig az anyukájának hoztam. Aztán ez hozzáadott cukor nélküli joghurt. Már szerettem volna őket megkóstolni, vettem magamnak egy mangósat és egy ananászosat. Ez a cott protein puding, ez szintén hozzáadott cukor nélküli. Nem szoktam ilyeneket enni, de most annyira kívánok valami nagyon-nagyon finomat, és ezért hoztam.
Aztán van itt ez a mizó, 0%-os adott cukorral, puding, csokis, ebből kettő. Aztán joghurt, ez meggyes csipkebogyós, ebből egyet vettem, ez is szintén hozzáadott cukor nélküli, és ez pedig grapefruit marakuja, erre nagyon kíváncsi vagyok, ugye ezt is tudom, abból kettőt is hoztam, és azért ebből megy majd az anyósomnak is, mert ő otthonban van, és akkor ugye látogatáskor ugye mindig viszünk neki ilyen finomságokat, tehát ez a rengeteg tejtermék, ez nem mind a miénk, de hát ha a miénk lenne, sem történne semmi. Ezt konkrétan Gabinak vettem, ez ilyen, nem tudom, régen volt ez a túróhab, vagy valami ilyesmi, még így gyerekkoromból emlékszem, joghurt, nem tudom, ilyen réteges valami csoda, ez meggyes. Aztán van itt egy őszi barack marakujás, és van itt egy epres. Hát aztán majd, amelyiket a Gabi választja, azt teszi meg, másik kettő meg megy a kórházba, vagy az otthonba. Aztán van itt sütéshez margarin. Ebből most kettőt is hoztam. Rá vagyok állva egyébként, hogy sütni is már kókuszzsírral sütök, vagy kókuszolajjal. Hát attól függéppen, hogy milyen meleg van. De most vettem ilyet is, mert fogytám van, és nem jutott eszembe. Vagy igazából egyrészt nem jutott eszembe, másrészt meg az Aldiba annyira nem ismerem ki magam, hogy például a kakaóból sem találtam meg, tehát ott össze-vissza keresgettem. Na, aztán van még itt egy, vagy nem margarin, hanem vaj. Ezeket most elpakolom, és akkor mutatom a többi cuccot nektek. Na, jön a következő adag tészta. Ez durum penne tészta, meg van ilyen durum, hát fogalmam sincs, hogy ez kagyló, nem kagyló, piperrigáte, hát nem tudom, magyarul mi, de ennek tök jó kis formája van, úgyhogy azért vettem meg. Aztán van itt egy ilyen hosszú szemű rizs. Hát most a rizsről úgy állok, hogy amikor magamnak készítek, akkor a Gabinak is basmatit készítek. Viszont ugye allergiás a kutya, ezt már mondtam nektek is, akkor hát a glütént azt hanyagoljuk, ezért rizst szokott tenni, vagy esetleg zappelyhet még, úgyhogy ő neki veszek így sima rizst, tehát próbálom mindig a legolcsóbbat megtalálni. Aztán kettő panír morzsa, nem tudom, ez olyan borzasztó világos. Ugye én már nem veszek abszolút panír morzsát, mert teljes kiörlésű kenyeret szoktam venni, meg minden falatot félre teszek, ami így megmarad nálunk teljes kiörlésű cucc. Megszárítom, és akkor utána meg aprítóba én azt szépen ledarálom. De hát így emlékeimben én nem tudom, tehát nem ilyen szokott lenni. Hát lehet, hogy keverem majd egy kis teljes kiörlésű panírmorzsával, amit csinálok, mert nem tudom, annyira furmányos színe van neki, de csak ezt találtam. Viszont most ugye sokat kell majd paníroznom, rántott húst is, meg fasírtot is, és hát azért vettem egy kiló panírmorzsát, hát nem tudom, hogy mennyi fog fogyni igazából, majd mindegy, odaadom anyunak, hogyha megmaradt, tehát nem veszik el, vagy csak meglepődtem, hogy olyan baromi világos színe van, tehát nem ilyen szokott lenni máskor. Aztán van itt sütőpor, instant élesztő, van itt egy fehér csoki, ez sütihez lesz majd, ez hozzáadott cukor nélküli fehér csoki. Három szép nagy citrom, mert citromtortát készítek, és ahhoz nekem ugye kell a héja is, tehát azért döntő volt, hogy ilyen szépet vegyek. Egyébként biocitromot szerettem volna venni, de annyira puhák voltak, hogy annak meg már nem tudom a héját rendesen reszelni, tehát majd ezt jól megtisztogatom, és majd úgy fogom felhasználni. Aztán van itt egy szép, nagy, hatalmas nagy fej új káposzta. Káposztasalátát fog készíteni. Aztán paprika, lecsó paprika, ez azt hiszem akciós volt, de hogy ilyen tök kemény paprikák vannak benne, úgyhogy szerintem tökre megérte.
gomba. Na hát ezzel is úgy jártam, hogy elkezdtem szedegetni, és ahogy szedtem a tetejéről a doboznak, ott láttam, hogy alatta vannak a szép gombák, akkor az iszapakoltam, és akkor újra kezdtem az egészet. Tehát ilyen tök jó vásárlásom volt ma. Aztán petrezselyem zöld, mert hogy rengeteget használtam, és totálisan kifogytam belőle, tényleg egy ilyen minimális van a fagyasztóban. Ebből vettem 2 dobozzal. Töltött hús töltelékéhez lesz egyébként majd a petrezselyem zöld is, meg a gomba is. Aztán hát a szokásos retek. Volt a hónapos retek is, de nem volt szép, úgyhogy ezért ezt hoztam magamnak. Hoztam 3 hús paradicsomot, ez magyar, és ez most akciós. Nagyon-nagyon szeretjük a Gabival, hát nem is tudom, hogy nézzétek meg, ez ilyen óriási. Ez nem is tudom, hogy mennyi lehet. Ez biztos, hogy több mint fél kiló, vagy mondjuk fél kiló, annyi biztos, hogy van. De nagyon-nagyon szeretjük. Aztán van itt egy főzőhagyma. Nem főzéshez fogom elhasználni, hanem majd itt szépen ugye leszedem ezt a külső héjet, és akkor ez is a káposztasalátába fog menni. 2 uborka, ebből az egyik szintén a káposztasalátának a részese lesz, vagy a résztvevője. Aztán hoztam még kovászolni való ubit, hát a kisebbeket mi jobban szeretjük, de hogy nem volt, vagy ha volt, és akkor az már olyan puha volt, abból meg már nem lesz jó kovászos uborka, úgyhogy ilyen nagyot hoztam, hát ez még drága, 1500 forint volt kilója talán. A múltkor azt hiszem a Pennybe ugyanannyiért vettem, de annyira szeretjük, hogy hát hogy megveszem, na. És ami Penis uborkából volt, ez most már nagyon-nagyon fogytán van, talán 3 uborkánk van, kovászos uborkánk, úgyhogy elteszem a következő adagot, hát nálunk ez így a tavasz végi nyári időszakban, ez kifogyhatatlan a kovászos uborka. Egyébként meg az emésztésnek is jót tesz, hiszen ugye fermentálódik az uborka, tehát nem egy tartósítószerrel teszed el, vagy nem úgy tartósítod. Tehát, hogy egészségesebb szerintem, mint egy csemege uborka. De ebben nem vagyok biztos, mondjuk az is egészséges. Aztán volt itt kunsági éden napraforgó olaj. Ez is akciós volt. Ja Istenem, most valamit elcsatom is nektek a blokkot. Előbányáztam a táskámból, hát természetesen nagyon jól sikerült összegyűrnöm. Próbálom így lassan, hogy aki kíváncsi az árakra, az meg tudja nézni. Le is fogom. Ja, a tésztánál is tényleg úgy van, hogy pipe. Tök jó. Ez a Knospi egyébként, ez a magyaros ostya néven, ami itt fut. Jó, na itt a vége, mindjárt ki. 37.203 forint, úgyhogy ennyi volt, amit fizettem.